Mindegy, hogy idősödő, idős, ag vagy matuzsálemkorú, hogy nő vagy férfi, hogy sváb vagy székely. A lényeg, hogy boldoggá tegyük a napjaikat. Ezzel a gondolattal végzik munkájukat a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai. Szeretet, humánum és szakmai alázat nélkül nem lehet ebben a szakmában megmaradni, mondja Sebestyén Orsolya, a központ vezetője, aki büszkén mutatja munkatársain az egyenpólót, amit mindenki hasonló érzésekkel vesz föl reggelente, meséli. A gondozási központban hónapról hónapra tervek készülnek arra, hogyan lehet szebbé, élménydúsabbá tenni az idősek mindennapjait. Így találódik ki az általuk kirándulásnak hívott program is, melyet évek óta rendszeresen megszerveznek. A meglepetésünknek az a lényege, hogy ne tudjanak róla, mert hogyha tudják, hogy hova mennek, mit kell készülni, hogyan kell készüljenek, az nem olyan érdekes, mint maga az a meglepetés forma, hogy egy teljes bizonytalanságba hagyjuk őket, így hetekre visszamenőleg erről beszélnek, hogy vajon megint mit találtunk ki, hova visszük őket, mivel fogjuk meglepni őket, és ez fontos. Tornáztatjuk vele az agyukat, és beszélgetési csatornát biztosítunk ezzel, hogy legyen, mivel foglalkozzanak. Az idén úgy készültünk erre a meglepetés kirándulásra, hogy saját maguk készítették el az ebédet, nem tudták, hogy mire készítik a töltött káposztát, illetve a gombócos káposztát, de nagyon ügyesen megcsinálták, amit föl is tálaltunk nekik ebédre. Az idősek ellátása és boldogabbá tételének munkája kemény próbatétel. Nem is működik eredményesen összefogás nélkül. Kizárólag csak társadalmi összefogással lehet valóban, mert hogyha nincs meg az a megfelelő támogatói hátterünk, az a bizonyos embercsoport, aki szociálisan érzékeny, empatikus az idős társadalom iránt, egyedül kevesek lennénk. Tehát nagyon kellenek azok a felajánlások, amit most is kaptunk, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a családi házát, az udvarát, hogy itt lássuk vendégül az időseket. Enélkül nem tudjuk megszervezni, nem tudnánk csak a szigorú intézményi keretek között működni. Hosszú szervező munka van egy látszólag egyszerűen lebonyolítható délelőtti programban is. De gondoljanak benne, vannak kerekesszékesek, akiket ide kell hozni, és ez sem egyszerű. Készülnek ajándékok mindenkinek, vendégül látnak majd 50 embert. Ez egyenként is emberpróbáló feladat. Ez nyilván egy nagy kihívás, hiszen nem egyszerű, tehát könnyebb otthon maradni. Nyilván egy hosszas előkészítést igényel az, hogy rábírjuk őket, kimozdítsuk. Azonban ez busással megtérül minden egyes alkalommal. Egy közösségi élményt adni, tehát akár az idősek klubjában, a klubtagoknak, akár az otthonlakóinak, vagy mint jelen esetben is, szépen üldögélnek itt a fa alatt, tehát a kettőt ötvözve, hiszen az intézmény sokféle ellátást nyújt, és akkor itt lehetőségük van az ellátottaknak találkozni, kommunikálni, érintkezni kicsit egymással, hiszen többségükben helyi lakosok, hát azért ők munkahelyről, korábbi életükből sok esetben ismerik egymást. Bármi, ami az aktivitás megtartására ösztönöz, vagy azt segíti elő, az jó ilyen szempontból is. Tehát nyilván egy jó élményt ad, egy társasági élményt, egy valahová tartozás élményét, egy kikapcsolódást, egy kellemes időtöltést mindenképpen. Hogy ne csak üldögéléssel, hanem élményekkel is teljesen legyen a nap, feladatok várták a szépkorúakat. Ilyen volt a kívánságfal elkészítése is, melyre mindenki az egyetlen, számára legfontosabb kívánságát írhatta föl. A feliratokat nézve bizony sokszínű a kép. Ez egy nagyon fontos momentum, nem véletlenül vannak ezek a kérések, hiszen ezeket a mindennapokban föl tudjuk használni. Ezek alapján tervezzük a következő programokat, hogy milyen igény van rá, tehát még mi fordul meg a fejében, amit ő szeretne elérni ezen időszak alatt, amik nálunk van. Ha nincs meg benne a szív-lélek munka, akkor erre a feladatra nem alkalmas. Nagyon jó élménnyel húzom föl minden nap a GK feliratú pólómat, és a nagyon jó érzés végignézni a kollégáimon, hogy olyan jó szívvel viselik, és van jelentősége ennek a pólónak. Tehát kell bennünk legyen szív-lélek, hogy ezt maximálisan tudjuk csinálni. Nem lehet csak íróasztal mögött dolgozni, hanem ezt át kell érezni, ennek kell egy súlya legyen. Öregszik a társadalom, és ez alól Bonyhád sem kivétel.
kivétel. Hatalmas várólista van a gondozási központban azokkal a nevekkel, akik szeretnének bejutni a rendszerbe. Most 34 fő vár az otthoni elhelyezésre, és a nappali ellátásban 60 fős a telített létszám. Most is 4-5 fő van, aki szeretne a felvételét kérni, de egyszerűen nem tudjuk elhelyezni, és ezekkel a programokkal még nagyobb figyelmet keltünk a város lakóinak, hiszen nagyon jó helyre adják az időseiket. Ezek a programok, amiket szervezünk nekik, hogy fontosak legyenek, hogy érezzék azt, hogy nekik még van teendőjük a világban. Ezzel még jobban megnöveljük a várólistát. Ez nem baj, csak nagyon rossz visszautasítani. Tehát nagyon nehéz visszautasítani, hogy most nem tudom befogadni, mert nincs helyem. Bár próbálunk kompromisszumokat kötni és valamilyen megoldást találni, de nagyon nehéz. Már a gondozási központ dolgozói fejében a jövő évi program tervei is megvannak. És bár ez még nagyon-nagyon messze van, az előkészítő lépéseket idejében meg kell tenni.